Az első télen Buffad még jobban bedurvul. Ezt a rendezvút is titokban sikerül összehozni. Most már kezdenek én se szeretni. Ezt mondtad? Milyen a szappan, olyan a tűrűköző. Ha te nem szeretsz, akkor én se. Szóval te ezt mondtad? Én se szeretlek téged. Menjen innen! Na, valamelyik nap ezen agyaltunk, hogy egyszerűen mit találjunk ki, de ez már nem normális, hogy állandóan egymásra gondolunk. És hogy már kezdünk bele dízni, és hogy valamit ki kéne próbálni, de ő is elmesélte, hogy ő neki is. Te akármit csinál, csak én járok az eszébe, én bármit csinálok, csak ő jár az eszembe, és ez már tényleg meg fogunk őrülni. És akkor ebből van a következő lépés, amit szintén ugyanígy átéltem én is, hogy elkezdjük ez a szakítsunk. Akkor hagyjuk abba, ezt kimondja az egyik, most két dolog történhet, hogy meg kibírja várni, amíg a másik azt mondja, hogy ne, és visszajön, vagy pedig ő maga mondja azt, hogy mégis se szakítsunk. És akkor ez így, akkor ez a, ebből és merős. Igen. hogy olyankor, akkor nem, hogy legyen vége. Mondd ki! Ott kérjük ja, egyet. És hát ez nyilván azért van, mert hogy... De ő sem mondja ki, én sem mondom ki. Hát persze, mert nem... Persze, hát nem akarom. Jaj, téged akarlak. Mondd már ki. Te mondd ki. Ki mondtad? Nem. De... Így megy. Én nem mondtam ki, de ki mondtad? Én is gondolkoztam, hogy mit imádok benned annyira. Mi? Például azt, hogy gyerek lehetek melletted. Hogy lehetek az, aki vagyok. Hogy lehetek olyan idióta, amilyen vagyok. És nem kell megjátszani magam, hogy én vagyok. Kösz. Nem tudom. Most kimondtad, idióta vagyok. Nem, de én. Hogy ő lehet. Én lehetek idióta mellettem, mert én is az vagyok. Nem az ő. Nem, hogy te elfogadod. Nem, hanem hogy elfogadsz így is. Na te is elfogadsz engem ilyen idiótának, Petris. Így van. Hey, Mari.